Állaki Zsorné régi Vitor, a Gyöngyösen Sopron megyei munkahelyi központ Tosamagyarovári kirendeltségének vezetőjét, Szakály Melindát, a Makkos Gyengén Lábok Gyöngyösen Sopron megyei egyesületének elnökét, valamint Magyar Balázst, a Sikernek és Nagyobb Hallok Országos Szervezetének Gyöngyösen Sopron megyei titkárát. A mai sajtótájékoztatónak a témája az, hogy a Rolátó Magyarország Kft. 28 megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztat, amivel példaként kíván szolgálni más magyarországi vállalkozások számára is. Megkérem Márek Norbertet, hogy ismertesse a projektet a sajtó megjelent tisztelt képviselővel és vendégeinkkel, valamint egy prezentációval is készítünk, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy hogyan is jött létre ez a projekt. Köszönöm szépen! Még egyszer megvan a betelek, és én is üdvözlöm Önöket itt nálunk a Rolátónál. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy miben is illeszkedik nálunk ez a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. A Rolátó egy észak- és svédországi gyökerekkel rendelkező cégcsoport, melyet 1984 óta a Stockholm értéktőzsdén jegyeznek, de a mai napig a szavazat többség az a három alapító család tulajdonában van, és mivel ezek az emberek ők úgy gondolják, hogy ők való élő emberek, nem befektetési alapok, ők az utcán járnak, ők szeretnék, hogyha az arcokat meg is tudnak mutatni, és éppen ezért rendkívül erős a fenntarthatóság, a környezeti és a szociális fenntarthatóság felelősségvállalás iránti elkötelezettség a cégben. Ez egészen magas a tulajdonosoktól indul. A sajtóanyagban megtalálják a társaságnak ez a szociális felelősségvállalásra kapcsolatos kis pamfletjét, ami a társaságban oktatási program minden egyes dolgozót erre kioktatunk. Ezek nem csak szavak, mint sok más vállalatban. Nálunk ez általában azért gyakorlatban átmegy. Azt tudni kell, hogy mindjárt erről mondjak, ahol a világon ez a társaság jelen van, ezt azon a nyelven kinyomtatjuk kínai mandarin nyelven, ahol 6000 munkavállaló van, de kinyomtatjuk románul is, ahol csak 20 munkavállaló van. Tehát nem használjuk, ez nem költségkérdés. Ugyanígy elmondanám, hogy a társaság egy jelentős része, a cégcsoport egy jelentős része az higiéniai és egészségügyi termékeket forgalmaz. Van a cégcsoportnak egy olyan része, amely kifejezetten a kéz, valamiféle kézgyengeséggel rendelkezőknek gyárt különleges gyógyszeres tégelyeket. A sajtóanyagban erről is olvashatnak ennek a magazinunknak, ami szintén megjelenik minden nyelven, ahol mi jelen vagyunk. A magazinunk a hátoldalán van egy kis bemutató. Annyit még szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy nyilván mi egy gazdasági társaság vagyunk, tehát nem a szokásos szociális foglalkoztatásról van szó. Itt mi nyilván jól megfontolt gazdasági számításokkal alátámasztott érveléssel tudtuk meggyőzni a tulajdonosokat, hogy ez nekünk megéri. De arról sem a tulajdonosokat, sem a cég egyetlen dolgozóját itt nem kell meggyőzni, hogy alapvetően a társadalmi és a környezeti felelősségvállalás az alapvetően és azonnal direkt haszont hoz egy társaságnak. Ez még meggyőződésünk, és azt hiszem, hogy vissza is igazolódik az eredményeinkben. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a megjelenteket. Kedves igazgató úr, tiszta szívből gratulálok ahhoz, ami a Rolátónál történik, és jó szívvel ajánlom minden mosonmagyarovari cég számára követendő példaként azt a beruházást és azt a mentalitást, ami a Rolátó Magyarországnál dívik és uralkodik. De azt hiszem, hogy az a 28 ember, aki itt értelmet és célt talál az életének, és hasznos munkát végez a cég számára is, és természetesen a város számára is, azon ezt az érzést biztos, hogy nem tudják szavakba önteni. Én az ő nevükben is nagy köszönjem meg azt, hogy erre nekik lehetőségük volt, és lehetőségük lesz a jövőben is. Én azt szeretném, hogyha, és biztos vagyok abban, hogy ahogy ennél a társaságnál megtalálták azokat a munka lehetőségeket, amelyek segítenek, nincs olyan mosonmagyarovari cég, ahol ne lehet olyan munkafolyamatot vagy munkafázist találni, ahol hasonló volumenben lehetne a megváltozott képességű munkaképességű embertársaimat segíteni. Ez
a társadalom számára egyre inkább egy fontos kérdés, hogy erről beszéljünk, és ezekbe tegyünk is. És én azt hiszem, egy nagyon szép példa, amit itt látunk. Az, hogy közösen beruházunk, amikor megkeresett bennünket igazgató úr, hogy csináljuk közösen, én azt hiszem, az a legtermészetesebb dolog. Aki értéket teremt, közvetít ebben a városban, az mindig méltó partnerre találhat Mosonmagyarvároson kormányzatában. Tehát nem tudok olyat, és remélem a jövőben sem fogok tudni olyan példát mondani, hogyha valaki egy jó kezdeményezéssel áll elő, akkor a város maga lehetőségeihez képest nem fogja segíteni ebben. Biztosíthatok mindenkit, hogy fogunk, mert azért vagyunk ott, hogy ezt megtegyük. Mondhatnám azt is, hogy szeretnénk kiírni és elérni azt, hogy a város kapujánál egy olyan távon szerepeljen, hogy Isten hozott mindenkit, aki jó szándékkal és tetrekészen érkezik ebbe a városba, mert reméljük, hogy az mind megtalálja a számítását és lehetőségeit, az élete értelmét, itt Mosonmagyaróváron szülessék, akár így, akár úgy, ebben a városban mindenkinek a munkájára szükség van ahhoz, hogy előre tudjunk és fejlődjünk. Ebben igazgató, ti nagyon jó példák vagytok, köszönjük szépen nektek ezt is. További hasonló ötleteket, ezt a mentalitásból egy gyottán is engedjetek, és hogyha ez így megy tovább, akkor miért áll lehetünk büszkék arra, hogy Balátó Magyarország kezdődik Mosonmagyaróváron. És köszönjük szépen. Igazgató úr, a NOLATO milyen indítatásból gondolta úgy, hogy csökkent munkaképességi dolgozókat vesz fel és azokat foglalkoztat? A társaságunk északi és svéd származású társaság, ahol nagyon komoly gyökerei vannak, évszázados gyökerei vannak a társadalmi felelősségvállalásnak. Ez az alapvető indítatás, a társaságban nagyon erős ez a motiváció. De mindemellett a meglévő nyilván gazdasági társaságként a meglévő költségstruktúránkat is szerettük volna optimalizálni, és ez egy olyan projekt volt, amelyben mind a két dolgot meg tudtuk valósítani egyszerre. Azért egy gazdasági társaság pénzt szeretne keresni mindenképpen. Milyen típusú és milyen mérvű csökkent munkaképességeket tud alkalmazni? Ez a 28 fő, ez nagyon sok, én úgy gondolom. Hát, hogy nagyon sok vagy nagyon kevés, ezt nem tudom, de az egészen biztos, hogy itt jelenleg ezen a részlegen speciálisan úgy alakítottuk ki a környezetet, hogy vakok és gyengénlátók, illetve hallássérültek, siketek tudnak igen hatékonyan dolgozni, de emellett van transzplantált dolgozónk is, illetve más típusú megváltozott munkaképességgel élő kollégánk is. Kivettem a szabaiból, hogy nem a legfontosabb a pénz, azért mondjuk el, hogy mennyibe került az NOLATO Magyarország Kft-nek. Ez kb. 30 ezer eurónyi összegbe kerültek ezek az átalakítások, amikre itt szükség volt, de ez igen gyorsan meg fog térülni. Nagyon fontos kérdés az, hogy a tervezés fázisában itt azért rengeteg dologra kellett abszolút odafigyelni. Mennyire volt nehéz ezt koordinálni? Szerintem nagyon kevés tervezőnek van Magyarországon tapasztalata ilyetén átalakításokban. Ez kétségtelen igaz, mi is hosszú ideig kerestük, és a Vakok és Gyengénlátók Szervezetének segítségével sikerült találnunk egy olyan mérnököt, aki kifejezetten akadálymentesítési mérnök, aki jó tanácsokkal tudott nekünk szolgálni arra a tekintetben, hogy a vakok és gyengénlátók, illetve a siketek milyen speciális igényekkel, milyen speciális igényeit kell kielégítenünk. Igazgató, köszönjük a beszélgetést! Köszönöm szépen! Dr. Nagy István országgyűlési képviselővel, városunk polgármesterével beszélgetünk, és hát ez egy nagyon szép és megható pillanat, azt hiszem, hogy 28 csökkent munkaképességi munkavállalata alkalmaz, és pont egy mosonmagyaróvári cég. Tudsz-e István arról, hogy egyáltalán Magyarországon ebben az esztendőben történt ilyen? Ilyen biztosan nem, hiszen elnök úr, aki itt volt a részükről, elmondta, hogy 28 ember szinte sehol sem dolgozik, a szociális ágazaton kívül természetesen, tehát a gazdasági szektorban nem dolgozik. Én nagyon remélem, hogy olyan példával tudunk előjárni, ami joggal lesz majd követésre méltó. Én magam is szeretnék ebbe közvetítő szerepet fölvállalni, hiszen azon túl, hogy egy adókedvezmény jár azoknak a cégeknek, akik megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. Azon túl valahol ez emberi kötelességünk is. Nagyon igaz az, hogy egy város gazdasági erejét azt határozza meg, hogy hogyan képes gondoskodni a rászorultakról, vagy a rászorulókról. Én azt hiszem, hogy
akik pedig itt dolgoznak, ők pedig teljes bizonyságát adják annak, hogy az, hogy az életük során valamely érzékszervük másként működik, mint a miénk, az nem azt jelenti, hogy nem képes teljes értékű munkára. Sőt, amit a példa bizonyítja, vannak kifejezetten a munkák, amiben sokkal ügyesebbek, mint bárki más. Tehát én azt kezdeményezem, és annak szeretnék élen járni, hogy a cégénknél nézzük körül, nem hiszem, hogy van olyan cégünk, ahol ne lenne olyan munkafolyamat, vagy munkafázis, ahol ilyen megváltozott munkaképességű emberek lenne szükség. Érdemes körülnézni, érdemes eljönni a Nolato Magyarország Kft.-hez, megnézni, hogy hogyan csinálják ők, mi kell ahhoz, hogy ilyen munkakörülményeket alakítsanak ki, és érdemes megnézni saját cégeinknél, hogy hogyan tudjuk beintegrálni ezeket a munkavállalókat. Jelen pillanatban 28 emberen segítettünk, de ha megnézzük az ő családjaikat, és megnézzük, hogy még hányan vannak Mosonmagyaróváron, és milyen erőt képviselnek, akkor én azt gondolom, hogy joggal várhatjuk el, hogy ez a segítség, ez az együttműködés elinduljon a városunkban. Igazgató úr említett az előtti négy szem közt, hogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy megháromszorozzák ezeknek a munkavállalóknak a számát. Azt hiszem, biztos vagyok benne, hogy csoda lenne Magyarországon. Miben tud egy országgyűlési képviselő és egy városvezető segíteni egy ilyen cégnek? Abban, hogyha ilyen van, akkor kongassa a harangot, adjon hírt arról, hogy ilyen van. Én nagyon remélem, hogy tudunk, mert csak az az akadálya jelen pillanatban, hogy még csak 28-an vannak, és nem háromszor ennyien, hogy mennyi munka megrendelés érkezik erre a munkafázisra. Én azt hiszem, hogy aki ilyen dolgot fölvállal, az annak joggal jár a segítség, hogy plusz munkákat is meg tudjon erre szerezni. Hiszen ma még csak ilyen munkát végeznek, de holnap után, azután egy teljes új folyamatokat képesek megtanulni, teljes új termékspalettát képesek előállítani, ebbe segíteni kell természetesen. Én mindenképpen elsősorban szeretném a jó hírét elvinni Magyarországon ennek a cégnek és ennek a lehetőségnek, mert nagyon sok sorstársuk él még az országban Mosonmagyaróváron kívül. Nem az a cél nyilván, hogy mindenki Mosonmagyaróvára jöjjön, mert mi egyedül kevesek vagyunk, de ha mindenki körülnéz a maga házatáján, és mindenhol csak ilyen arányban, csak 28-at településenként munkába tudnak fogni, akkor én azt hiszem, hogy ezek az embertársaink is méltó helyüket tudják megtalálni a magyar társadalomban. Így legyen, köszönjük a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.